Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek, és Computex-es kalandunk ezen epizódjában az Asus új termékeiről lesz szó, mert ugyebár van egy pár, és ezek között is vannak érdekességek. Az újdonságok. Van egyszer egy Asus VivoBook S13, S14 és S15, nevükből adódóan különböző kijelzőmérettel, megérkezett a ZenBook S-UX 391, a Vivo Watch BP és a ZenBook Pro 14 és 15. Kezdjük a Vivo Watch BP-vel. Ez a világ első okosórája beépített vérnyomásmérő szenzorral. Ez a szenzor a kütyű előlapjának bal felső részében található, ami 15 másodperc alatt mér, és az Asus szerint meglehetősen pontos. Ez a szenzor azonban jár egy nagy-nagy negatívummal, hát nem lett túl esztétikus az óra. Kezdjük azzal, hogy az ovális óratestbe egy szögletes kijelzőt építettek, ami ráadásul nem is középen helyezkedik el, úgyhogy lehet jó, de szépségversenyt véletlenül nem fog nyerni. A Vivo Watch BP ezen kívül persze méri a pulzusunkat, az alvási szokásainkat és a normál aktivitásainkat, az óra fő attrakciója ugyebár a vérnyomásmérés, azonban az Asus 28 napos üzemidőt is ígér mellé, ami szintén nem elhanyagolható adat. Lépjünk is egyet, jöjjenek az új VivoBookok. Mindegyik új gép egyébként 8. generációs Intel processzorral lett felszerelve, azonban itt az érdekesség, hogy a Nano Edge névre keresztelt kijelző az S14 és az S15 esetében az előlap 86%-át, az S13-nál pedig a 89%-át kiteszi, tehát egész vékonyak a körülötte lévő kávák. A kijelző felbontása a 15,6 hüvelykes S15 esetében lehet HD vagy Full HD, a két kisebb modellnél pedig csak Full HD-s modell kapható. Az új gépek ezen felül nem túl nehezek, ahogy a képen is láthatjátok, 1,8 és 1,2 kg között mozognak. További újdonság az úgynevezett ErgoLift. Ezzel a megoldással, amikor kinyitjuk a laptopot, akkor annak kijelzője egyenes felületen megemeli a laptop alját, ezáltal kényelmesebb lehet rajta gépelni, valamint kicsit jobban is levegőzik a számítógép. Hardware tekintetében Intel Core i3-8130U, i5-8250U és i5-8550U processzorok között lehet választani, kérhető GeForce MX 150-es grafikus kártyával és maximum 16 GB RAM-mal. HDD-ből maximum 2 TB-ot támogat, NVMe SSD-ből pedig maximum 512 GB-osat. A telep 42 wattórás lett mindegyik laptopnál, ezzel egy munkanapot bírnak ki a gépek, de erről konkrétabbat nem mondott az Asus. A következő a ZenBook S. Az új laptop követte az Asus design filozófiáját, gyémánt vágott sarkokkal, elegáns külsővel bír, 12,9 mm vastag és mindössze 1 kilót nyom. Itt is él a korábban említett ErgoLift, illetve a Nano Edge kijelző, a 13,3 hüvelykes panel Full HD vagy akár Ultra HD felbontású is lehet, konfigurációtól függően. A ZenBook S-be harmankardon hangszórókat építettek és kapható lesz sötétkék és burgundi vörös színekben. A teljesítményről egy Core i5-8250 vagy egy Core i7-8550 processzor gondoskodik 8 vagy 16 GB RAM társaságában, a háttértár pedig maximum 1 TB-os NVMe SSD-n lehet. Itt az üzemidőért egy 50 wattórás akkumulátor felel. Következő. ZenBook Pro. Van egy 14 és egy 15 hüvelykes modellünk. A 14 hüvelykes Full HD-s változat Core i5-8300HQ processzorral, maximum 16 GB RAM-mal és 1 TB SSD-vel bír, a videokártya itt maximum egy GTX 1050 Max Q lehet. A ZenBook Pro 15 már egy fokkal izgalmasabb, ugyanis ez már kérhető 6 magos Intel Core i9-8950HK processzorral, GTX 1050 Ti videokártyával és Ultra HD kijelzővel, azonban ennek a laptopnak és a 14 hüvelykes modellnek is van egy meglepő újdonsága, a ScreenPad. A gépek tapipadja egy az egyben egy 5,5 hüvelykes érintőkijelző, ami másodlagos panelként működik. Attól függően, hogy milyen programot használunk, segédeszközöket ajánl fel, például egy Word dokumentum szerkesztésekor formázási eszközöket jelenít meg, PowerPoint Prezinél egy érintéssel árnyékot tehetünk egy kép mögé, és még sorolhatnám, ezek csak kiragadott példák. Az Asus közé teszi a ScreenPad SDK-ját is, így a fejlesztők tudnak majd rá appot fejleszteni. Mivel a Windows ezt egy másodlagos kijelzőként azonosítja, így a tartalmakat egész egyszerűen le tudjuk húzni a lenti kijelzőre,
Így például a tapibadon mehet a zenelejátszó, vagy éppen a YouTube, közben ugyanúgy navigálva rajta használhatjuk a nagy UHD-s kijelzőt a mindennapi dolgainkra. Az F6-os billentyűvel váltogathatunk a módok között, ha nem szeretnénk élni a kiterjesztett kijelzővel, vagy éppen a segédlappokkal, akkor használható normális touchpadként is. Kipróbáltam is, tényleg jól használható, de persze nem volt sok időnk, hogy teljesen kielemezzük a gépet. A számítógép nagyon erős, akár 3 darab csatlakoztatott UHD monitort képes meghajtani, ami nem elhanyagolható teljesítmény. Árakról és megjelenésről nem beszéltek, ezek az infók véletlenül később lesznek nyilvánosak. Ezek lennének tehát az Asus Computex-es újdonságai, ennyit szerettem volna ebben a videóban. Ha tetszett, akkor tudjátok, mit kell tenni, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Én Laci voltam, köszönöm a figyelmet, sziasztok!